Nem láttad az első kört? Hát a hangját hallottam, és az nagyon kemény volt. Aztán a sebességet is láttam, és az is nagyon kemény. És Talma menedzser, a Stefano, be van szarva, ő se ült még a Talma mögött. És én szerintem az idióták nyugalmával vagyok még egyelőre, mert ugye fogalmam sincs, hogy mit jelent az, hogy motorra ülni. Olyan félelem, hogy leesek, vagy ilyesmi. Nem, mert vigyázz rá, Legab, ezt nagyon vigyázz. Tehát fékezésnél kézen fogsz támaszkodni végig, gyorsításnál pedig követed őt egy ilyen fél méterrel a levegőbe. Azt hitted, hogy már rég be kellett volna fordulni, akkor még ő gázt volt, és utána kezdődik el fékezni. De jó. Tehát úgy fogod érezni, hogy a kanyarba visszafele jönnél. Tehát ez szület. Beleszólni, ha netán beleszólnál, ő ellenségül, és akkor még lejjebb viszont. Hát csak követnek elő, de nagyon nagy érdekes. Szorítok, mert ez óriási. Tehát ehhez képest a vadászgép egy ilyen izének sétarepülőnek tűnik. Ott más, mert tudom, hogy ebben meg van. Ott magát a sebességet nem érzed. Így van, ugye, nincs mihez mérni. De viszont egy szűk fordulóban olyat kap a testet, hogy beszólsz. Most lesz két kör még, menjünk ki kamerakarrát, és akkor fölveszünk a közelőt előz, meg minden. Utána kipróbáljál egy rájt, egy rendes rájtot, ki lesznek a szerelők, meg és akkor már felöltözöl, felkészülsz, fosod minden, itt van mellette már a motor, és ha túl leszel rájta, akkor lehet, hogy megyek én is. Mikor kiszállsz, akkor látom az arcodat, látom, hogy élvezted, akkor én is, ha nem, akkor köszönjük szépen, megy a dolgok. Köszönöm, megvárod, hogy Talma! Nem lesz baj az evésből? Nem, mert megvédi a sisak a Talmát. De nem vagyok egy hányós, hát azért. Hát még ilyenen nem ültél? Nem, ilyenen nem ültem, de hát... Akkor most a hány inger küszöböt megnézzük. De mi az, hány tatós? Én nem tudom. Hát nem, csak lehet, hogy kiszorítja. Ja, igen, az lehet. Egy éles kanyarban lehet. Na, akkor elmondom, mi volt. Csirkecomb volt, cordon bleu és rántott karfió, meg egy kicsi csalamádé. Ehhez képest mi lesz a sisakban? Egy mixtúra, egy keverék. Nem tudom, gyerekek, hát jó lesz ez. Mindenki. Megesszük az aszfaltot. Felöltözünk olyan ruhába, amelyben a térdemmel fel tudom szántani az aszfaltot. Talma lakóbuszában.
Jó. Köszönöm, én ettem itt a most. Nem, köszönöm. Nézd, itt vannak cuccok. Minden zsírul. Buvárunk. Kapcsolj meg. Gossz? Nem, irigylem. Irigylem? Aha. Elég a végén. Mondtam, cseréljük, úgyse veszik ezt, hogy munkóba kimegy ki. Hölgyeim és uraim, 4 darab kenguru van rajtam, frissen Ausztráliából. És na, majdnem úgy jársz bennetek. Egyébként igen. De a zsebet levették. Egy kis lépés nekem, egy nagy lépés az emberiségnek. Tényleg úgy érzem magam, mint a Holdon. Teljesen. Akkor vajon nevezem a csúszkát. Értettelek, jól, nyugodt. Ez csúszkát, de nem szabad nagyon rágörcsön, akkor nem tudok menni. Lecsúszni nem tudsz. Amikor húzom a gázt, és csúszok hátra, akkor engem fogsz. Féktávon pedig tudod adni. Furcsa szeretem az érzés, hogy magason vagy, és hogy rángat a szélre, nem vagyunk annyira gyorsan. És nem nézzen ki nagyon nagy üveg. Kitenni a térdetet nem kell, de minél lazábban ülsz, annál tudnyabb köszön. Itt a lábam? Ott. Igen. Én azt hittem, hogy itt ülök valahol. Ha bármi lenne, ha... Vigyázz rá! És ez nagyon jó volt, gyerekek. Ekkora király az ember, hogy olyan, hogy teljesen megfájdult az egész alkarom. Kerencem. Hú, basszus. Na mindjárt, most megyek. Mentünk kettő föl. Igen. És a fékezésnél neked is ilyen, hogy így kell ugyanúgy nyomnod? Hát igen, én megszoktam ezt az egészet. Hátul neked rosszabb, nagyon magasan ülsz. Aha. Nehéz fogni. Köszönöm. Egy picit belegostoltál. Köszönöm. Nem nagyon egy picit. Valami ilyesmi. De hova? Nagyon brutál, nagyon. Ez nagyon kemény azért. A gyerekek, a fékezés az nekem komoly izommunka volt. És 2G-t próbálok visszatolni valahogy, mi? Utána nekem Bosgó Gábor, aki hát sikeresen túlélte Talmácsi Gábor gyors fuvarát, most már ahogy nézem, a szavak is jönnek könnyedén a szádból. Milyen volt? Hát valami eszméletlen, tehát komolyan mondom, hogy megint egy újabb tapasztalattal lettem gazdagabb. El nem tudtam volna képzelni, azt képzeljétek el, hogy én nem motorozom egyáltalán, ez még ilyen kis izé, döcögő pöfögőn sem. És most a talma mögé felülni, olyan új dimenziókat láthattam 20 cm az aszfalttól, hogy az elképesztő. A rázókövet a fülemnél, és a gyorsításon túl, ami szintén egy eszméletlen élmény, maga a fékezés az olyan, hogy tehát így két kézzel kapaszkodtam, hogy a Gábor hátára rá ne üljek. Szóval maga a fékezés az olyan erőkifejtést igényel, bár mondta Talma, hogy neki jobban belelapul, tehát nekem egy picit nehezebb hátul, mivel a kimagas van, meg másképp hat az erő, mint rá. Elképesztő volt. Útközben megkérdezte, hogy akkor a kemény egy kört,
itt még mielőtt a Bux utcába bejöhetett volna, mondom, persze, akarok még egy kört, akkor jöttünk el itt a célegyenesbe, és akkor tettünk még egyet. Egyszerűen akarok még menni, tehát. De emlegetek itt vadászgépet, jól emlékszem, neked meg volt a McLarennek a két ülésese is. Igen. Ezekhez képest? Ez a legvadabb. Ez komolyan mondom, hogy ez a legvadabb. Persze más erők hatnak, mint egy vadászgépen, mert ott aztán a 8G-s túlterhelést, ott viszont a sebességet nem érzed. Tehát ha sebesség élményt akar az ember, akkor utcú fel a talma háta mögé, mert elképesztő. A kétüléses forma egy volt még hasonló, de hát a kényelmesebben ültél. És hát ugye most egy világbajnok mellett, vagy mögött ültél, ilyen viszonyban vagy a kiegyébként Gáborra? Nagyon jó. Tehát nem járunk össze, de azt hiszem, hogy mind a ketten tiszteljük egymás munkáját. Ez abból is kiderült, hogy azt hiszem az Ausztrál versenyen a kamerába bemutatta, hogy bumeráng és boros és bocskor, így a kamerába, hát annyira örültünk neki, és mi pedig próbálunk, amennyire mi tudjuk, mint rádiót segíteni az ő munkát, bármikor szüksége van, akkor bármit elmondhat nálunk. Szóval nagyon jó a viszony, nem járunk össze, de hát ez nyilván azért is van, mert ő sokat van külföldön. Hát köszönjük szépen, hogy gratulálod akkor ezen néhány körhöz, és akkor remélem, hogy sikerült feladni Gábor mellé. Köszönjük szépen. Remélem, egyelőre nem veszem le a ruhát. Szia kicsim, én már megyek. Érted, ha túlélted, akkor lehet, hogy én is azt fogom. Majd kapaszkodok, jó? Te, ha kibetettek, ja persze, jó? Igen. Andi, hol van? Nem tudom. Csaki flex, jó? Hajrá! Ez volt a cser. Én nekem gyanús, hogy mondom, fogadjuk, hogy elment beöltözni. Mi van, nem bírtad ki? Nagyon kapaszkodik. Elkezdjük. Hogy érzed? Kész. Robi, a második körben nagyon jobban mentél, mint az első két körben? Igen? Csak akkor már nem annyira érzem, hogy hozzászoksz. Nagyon. Akkora élmény volt, elvisznek repülni. A féktáv az kész. Kezdett, hogy van? Ugye? Nagyon. Nem semmi. Komolyan mondom. Imád motorozni. És most izé, most közben kiharcolta magának. Mi? A pinteget. Bumerang rajongók? Igen. Hogy jön? A kurva életben. Otthon lesz mit megbeszélni. Még ilyen gyorsan ő. Talmának mond. Nagyon állat volt. Végén még egy kerekesszel is akarom. Oké. Okay. Nagyon jó, de meg második körben már jobban nyomt, és tényleg szép közelről az aszfalt. Nagyon jó volt. Mennyi volt itt a fél egyenesbe? 2:30. 20.